Hát sziasztok, üdvözlök ismét mindenkit. Rádiót learkítottam, nem akarom, hogy még egy videómat letiltse a YouTube. És most azért láttatok engem, mert ez egy rövidebb videó lesz, és olyan témáról szeretnék nektek mesélni, ami hát egy ilyen egyszerűbb, de talán ilyen mélyen szántóbb téma. És hát akkor vágjunk is bele. Igazából nem olyan nagyon extra. Múltkor megnéztem egymás után egy Blake videót, egy Rusher Smith videót és egy ST22 Lacika videót. Tehát ST22 Lacikás videón egy kicsit így pörgettem, mert volt benne ilyen főzős rész, meg ilyesmi, én azt mondjuk annyira nem szerettem. De azon úgy, de végignéztem ezeket, vagy megnéztem ezeket a videókat, és azon gondolkodtam el, hogy ezek az emberek hatással vannak az én videóimra, mert ez három olyan ember, akiket tényleg most már van Esti Lacikát is nézek, pedig előtte nem nagyon néztem. Három olyan ember, akiknek a videói inspirálnak, vagy látok valami jó dolgot, és akkor én is azt szerint próbálom alakítani. Tehát ez is jó az az egész, mert tehát azt fel kell fogni, hogy egy videós nem konkurenciája egy másik videósnak. Tehát ez nem bazd meg egy izé, tehát itt nem két cég vagyunk, akik a fogyasztókért küzdenek, itt ilyenről szó sincsen. Jön egy mentő. De hol? Ez meg még ha látnám is, hallom, ott jön szembe, jó? Kettő is egymás után. Uh-huh. Ja. Szóval nem arról van szó, hogy konkurenciája lennénk egymásnak, hanem szerintem tudunk egymástól tanulni, ellesni dolgokat, és nem hiszem, hogy az kopi lenne. Úgyhogy, ja. És arra gondoltam, hogy az jutott így hirtelen napra eszembe, hogy ezek akárhogyan nézem, ezek az emberek való példaképeim. És akkor elgondolkodtam, hogy mi az, hogy példakép? Tehát, hogy kinek, tehát hogy egyáltalán mit jelent az, hogy példakép? Hát ugye, nyilván ugye mindenkinek van egy kialakult élete, hát főleg így felnőtt korban már, és biztos vannak olyan emberek, akik inspiráltak titeket, vagy egyszerűen tetszett az életmódjuk, és azt szerint próbáltátok ti is alakítani a dolgaitokat, akár ez lehet családon belül is, ugye, mert mondjuk anyuka, apuka, hiszen hát ők nevelnek titeket, tököm tudja hány éves korotokig, ez ugye mindenkinél változó, hogy mikor hagyod el a családi fészket, és ugye ez lehet még akár a munkádból adódóan ritka eset, de akár a főnököd is lehet, bár általában inkább anyázni szoktak a főnökre, és lehet akár ez, mit tudom én, itt vagyok közben, tehát az akár lehet hobbitból adódóan is, és nekem például hobbimból adódóan vannak ezek az emberek, mert Rusher Smithben is azt bírom, hallod, tehát a csávó kegyetlen, leül, bazd meg egy kamera elé, csak itt, aha, le van lokkolva, ezt kéne feloldani. Szóval leül a csávó egy kamera elé, és fél órán keresztül beszél egy amúgy teljesen érdekes témáról, vagy egy tök jó témáról, és kvázi megszakítások nélkül. Tehát ő leteszi a kamerát, és azt képzeli el szerintem, hogy az egy haverja, akinek csak így mesél, beszél a dolgairól. Nekem ez valahogyan nem megy. Tehát én is most így bekapcsoltam a kamerát, és előtte tökre megvoltak a fejemben, hogy miket akarok mondani, és majd látni fogjátok, hogy hányszor van megvágva, mert elakadok. Úgyhogy most is például befejeztem a mondatot, és fingom sincs, hogy mit akartam mondani. Nem ezt a mondatot, amit most mondtam, hanem valami teljesen mást. De nem jött össze. Úgyhogy, oké, vágó munka rendben van, csak én sem szeretem azt, bazzag, amikor egy videó 50-szer meg van vágva, mert két értelmes mondatot nem tud elmondani az ember. Ezt én sem bírom. Ott van Blake, aki olyan természetesen mutatja be az életét, hogy olyat még nem basztam. Tehát, meg ott van még ugye a... Kit akart? Hú, ki volt még? ST22 Lacika. Ugye, aki kamionozik, és nem az a lusta kamionos. Gyere be, persze! Nem az a lusta kamionos, hanem az a fajta kamionos bazeg, aki tesz az egészséges életért, független attól, hogy amúgy egy elég, fülkéhez kötött melója van. De ugye eljár bringázni, eljár futni, és mostában úgy nagyon megkedveltem a videóit. Amúgy.
úgyhogy ezek három ember az bazd meg, akik ugye, hát hogyha a videóimat nézzük, tehát úgy nem azt mondom, hogy nekik akarnék megfelelni, például, de mondjuk az tény, hogy ha a videóimmal kapcsolatban valakinek a véleményére adok, akkor az Rusher Smith. És néha-néha szoktam is vele erről így beszélgetni, és neki említettem egyszer egy olyat, még egy pár hónappal ezelőtt, hogy lehetne egy olyat csinálni, hogy mondjuk én elkezdek, most például beszéltem el, tessék, ez például nagyon jó ötlet. Beszéltem most ugye nektek erről a példakép dologról, de még nem fejeztem be persze, és kíváncsi lennék az ő véleményére ezzel kapcsolatban, és akkor azt írtam neki, hogy akkor lehetne az, hogy feldobok egy témát, amiről én beszélek, utána ő is elmondja a véleményét erről a témáról, és ő utána bedob egy másik témát, amire meg majd én válaszolok, és én is bedobok egy témát, és lehetnének ilyenek, mert ez mondjuk érdekes, és akkor legalább mindig van valami téma, mert neki olyan kurva jó ötletei szoktak lenni a múltkor, és a nosztalgikus hangulatba jött, hát az meg kurva jó ez a videó, nekem eszembe nem jutott volna ilyenről csinálni, mert egyszerűen nem jut ilyen az eszembe. Neki meg igen. Úgyhogy ezért is bírom nagyon a videóit. Meg ugye ő mondta, hogy például úgy néz videókat, többek között az enyémeket is, hogy ilyen podcastként ugye, hogy leteszi a telefont, illetve hát, ja, veszek a telefont. És csak hallgatja, hogy miről beszélek, nem nézi a magát a videót, hát hiszen igen, tehát nem olyan érdekes az arcom, a mondani valom az általában talán egy kicsivel érdekesebb. Úgyhogy ez is például egy nagyon jó ötlet. Úgyhogy ezek azok az ötletek, amiket most jó, persze, ha átveszem, akkor nyilván kopi vagyok. De én soha nem gondoltam volna azt, hogy most ez kopi lenne. Hát bazánk, ma már kurva nehéz valami igazán egyedi újat kitalálni. Akkor innentől kezdve az összes ember, aki gameplay videókat csinál, az kopizza azt az embert, aki először csinált gameplay videókat. Nem? Vagy aki először a világon vlogolt, mindenki kopizza őt. Tehát kicsit agyrém. De hát akkor így visszatérve egy kicsit a példaképes dologra, a munkámat, illetve hát a munkámon ugye nincsen új példaképem, illetve volt olyan ember, vagy mai napig van olyan ember, akinek a véleményére nagyon adok, hogyha a melóval kapcsolatban van valami, tehát egyfajta ilyen tanácsadom régen főnököm volt, és tényleg az ő véleménye az, ami nekem igazán számít. Ugye a videózással kapcsolatban elmondtam, hogy kik azok, és hát magánéletemben meg igen, a baráti körömben is van olyan ember, akiknek hát tetszik az élet, mondjuk tetszik. Például vannak olyan emberek, akiknek az, hogy hogyan építették fel az életüket a nulláról fiatalabbként, vagy fiatalként, és hogy most hol tartanak, és úgy, hogy igazából minimális segítséget kaptak, és a semmiből építették fel magukat, és ez egy kibaszottul jó dolog. És megküzdöttek minden egyes dologért, amit elértek az életben, és ilyen szempontból ők is példaképek. Vannak olyanok, akikben azt becsülöm, van olyan barátom, akiben azt becsülöm, hogy folyamatosan képzi magát, és fiatalabb nálam, de én szerintem ő 40 éves korában is még tanulni fog, mert folyamatosan képzi magát. És ezáltal egy olyan tájékozott ember, és egy olyan intelligens ember, hogy valami hihetetlen. Úgyhogy vannak a baráti körömben, ismeretségi körömben is, és ezek azok az emberek, akiktől ezeket a jó dolgokat meg kell próbálni átvenni. És meg kell próbálni akkor nekünk is azt szerint élni az életünket, mert én nem hiszem, hogy attól kopi lennék, hogyha én is mondjuk elkezdek valamit tanulni, mert azt láttam, hogy ő is meg tudta tanulni, vagy más is képes rá. Ez nem hiszem, hogy ettől vagy ez annyira számítana. Hú, várjál, bazag, valami nagyon jön. Mert megint egy mentőautó. Ott van. Jó, ennyi. Úgyhogy köszönöm szépen, ennyi lett volna ezzel kapcsolatban, és akkor hogy feldobnám a labdát Rusher Smithnek, hogy kicsit beszéljen ő a példaképekről, vagy példaképeiről, neki ki számít példaképnek. Akár így a magánéletében, akár így a videóival kapcsolatban. Úgyhogy válom a véleményét, és utána dobjon fölé is egy témát, hogyha van hozzá kedve. Hát remélem lesz hozzá kedve, mert az most akkor nagyon ciki behagy engem. Hogyha én most így ilyenekről beszéltem, és ő meg nem fog erre válaszolni, vagy nem fog erre reagálni. Úgyhogy köszönöm a figyelmet, sziasztok!